Sziasztok! Őrült időket élünk, őrült világban élünk, és ezek az őrült idők őrült kajákat is igényelnek, és most pedig egy ilyen következik, egy igazi ungarische junk, egy a szó jó értelmébe vett mocsokság, ami nem más, mint a rántott disznósajt. Egy tavaly nyári grill kampány során szülte meg ezt a szörnyet, és azóta sem tudok leakadni róla, mert nem is kell, annyira durván jó, enni kell folyamatosan. És hogy miközben eszünk, ne halljunk bele, ezért saláta lesz hozzá, még pedig az óriási kedvencem, a nyers cékla saláta. A céklát már előre lereszeltem, jöhet bele némi hagyma, ez mehet a céklára, és jön az alma. És ezt is lereszeljük. Mehet bele torma. Nem is feltétlenül kis adag. Oh, hurt you. Egy evőkanál cukor, egy löttyintésnyi almaecet, kevés só, némi kömény, összekutyuljuk, és ha kell, még némi vizet is tehetünk majd rá. Tolhatunk bele egy pici majonézt is, vagy akár nem kicsit. Oké, ez kész, már csak érnie kell, minél tovább annál jobb, akár előző nap is megcsinálhatják. És akkor következzen valami egészen más égzengés és földindulás, disznóbarátunk tejéből készült sajt, azaz a disznósajt. Teljesen egyszerű és klasszik a sztori, nem nagyon kell hozzátenni semmit igazából, sőt, talán még a bundát sem fogom fűszerezni, egy icipici só kerül csak bele, hiszen a cucc az eladja magát, annyira durva ízei vannak, kicsit hasonlít mondjuk egy ilyen rántott borjulábra majd a vége, egy olyan rántott borjulábra, ami nagyon durván fűszerez van. Imádnivaló tényleg nagyon, úgyhogy ennyi. Jöhet a malacka, kikerül a bundából, és itt jön a lényeg. 3-4 centis szeleteket vágunk. És megszabadítjuk a bőrétől. Erre nem lesz szükség. Így, ennyi az egész. Gyönyörűen csak megszabadítjuk a bundától. Pont, kész. Egyszer elmentem megnézni a gyárat, ahol elmondták, hogy például a pofahús, az benne van a disznósajtban, mert sokkal drágább benne, hogyha külön hasznosítanák, úgyhogy nekem maga a Magyarország. Szóval nincs más hátra, mint a bundázás. Tojást lazán felverjük, egy kicsi só, és kész. Először a liszt, szépen gyönyörűen beburkoljuk vele, oldalt is mindenhol érjen. Aztán lerázzuk, jön a tojás, és a zsemlemorzsa. És jöhet még egy kör. És akkor nézzük, hogy hogy úszik a disznó. És már is lehet disznókodni. Szóval imádom. Mert egy igazi állat. Látod disznósajt, céklasalátával? Kész. És akkor a legfontosabb része ennek az egész történetnek a kóstolás? Akkor csináljuk. Na nézzük. Nézzük. Tudom milyen, azért nem mondom, hogy minden nap eszem, de igen gyakran. Úgyhogy nézzétek ti. Az egész krémes, gyakorlatilag az az összekötő réteg, ami volt benne,
az, amikor szemanyjál, az szétment, de maga bunda egyben tartja, pofahús, a legjobb részek vannak benne, fejhús, minden, amit csak kell biztonságban, és még azon túl. Pont tökéletesen fűszeres, úgyhogy igazából nem adtam hozzá semmit, tehát ez egy tényleg igazi junk. És hozzáadja a kicsit fanyar, édeskés, nagyon nyers, nyers cékasaláta, imádom. Ennyi.